Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, ahol minden héten új videókkal várlak. Többet tudhatsz meg a vonzás törvényéről, spiritualitásról és a teremtésről. Még mindig a legkeresettebb téma a csatornán az, hogy hogyan is tudnánk megteremteni az anyagi biztonságunkat. Ezért igyekszem egy kicsit más oldalról megközelíteni, hogy így még több ember megérthesse, és elkezdhessetek azon az úton haladni, ami nektek is elhozza ezt. A következő pár napban kezd el megfigyelni, hogy mikor is jelenik meg a pénz gondolata a fejedbe, hogy milyen gondolatokat kapcsolsz a pénzhez. Bármilyen gondolat felmerül benned napközben a pénzzel kapcsolatban, amikor vásárolsz, amikor éppen költekeznél, azt írd le. Most ne félj attól, hogyha negatív dolgot kell leírnod, és hogy ezt megerősíted és felerősíted, hiszen már a meglévő gondolataidat írod le így is, úgy is, viszont így sokkal inkább rá fogsz látni a helyzetre, hogy mi az, ami akadályozhat, sokkal inkább megismered magadat, és azt, hogy hogyan gondolkodsz ezzel a témával kapcsolatban. Az én listám így nézett ki. Olyan jó lenne megvenni ezt a cipőt, de nincs rá pénzem. Szeretnék mangót enni, de olyan drága. Mi? A sárkánygyümölcs darabja több mint 1000 forint? Hát azt biztos nem veszem meg. Majd megveszem, hogyha lesz rá pénzem. Hát, ilyenem is csak akkor lesz, ha megnyerem a lottót. Hihetetlen, milyen nevetséges órabérért dolgozom. Olyan jó lenne, ha elég pénzem lenne egy nyaralásra. De nincsen. Nem is tudom, mikor fogok eljutni nyaralni. Na, már megint a fél fizetésemet itt hagytam a boltba. Valahogy így nézett ki ez a lista, és miközben ezek a gondolatok jártak a fejembe, nap mint nap, újra meg újra, ez mellett nem értettem azt, hogy hogyan is akadályozom én azt, hogy gazdag lehessek, hogy végre megengedhessem magamnak azt a nyaralást, vagy éppen azt, amire vágyom. Nem értettem, hogy miért nincs elég pénz az életembe. Ez most már elég nevetségesen hangzik, de ez járt a fejembe. A lehető minden módon akadályoztam, hogy áramolhasson szabadon hozzám a pénz. A saját magam legnagyobb ellensége voltam, és addig, ameddig nem írtam le ezeket, addig fel sem tűnt, hogy milyen gondolatokat kapcsolok a pénzhez, és úgy gondoltam, hogy ez teljesen normális, és így majd tudni fogok változtatni. Ameddig nem tűnt fel, addig nem tudtam változtatni a helyzetemen, de amint tudod, hogy mi jár a fejedbe, abban a pillanatban el tudod indítani a változást. Úgyhogy te is írd le azt a következő pár napban, figyeld meg, hogy hogyan gondolkodsz a pénzről, amint egy tiszta kép lesz előtted, abban a pillanatban tudsz változtatni is. Én is eldöntöttem, hogy változtatni fogok. Eldöntöttem, hogy nem szeretném fenntartani azt az állapotot, ami a múltban jelen volt. Úgy gondoltam, hogy itt van az erőm ahhoz, és most meg tudom ezt változtatni. Úgyhogy bármikor, amikor elmentem vásárolni, bármikor, amikor megláttam valamit, azt mondtam, hogy ezt megengedhetem magamnak, és elkezdtem azokat a dolgokat figyelni, amiket tényleg megvehettem, amikkel nem volt probléma, amire volt elég pénzem, és minél inkább erre fókuszáltam, és minél inkább ezeket a dolgokat figyeltem, azt vettem észre, hogy egyre több és több mindent meg is tudtam magamnak engedni. Amikor arra fókuszálsz, hogy mi az, amit nem tudsz, akkor ebből fogsz többet kapni. Viszont amikor ezt megfordítod, és azt figyeled, hogy mi mindent tudsz megengedni magadnak, hogy milyen sok helyre el tudsz jutni még így is, abban a pillanatban még több és több lesz, és beengeded az életedbe a pénzt. Bármikor költöttem, azt megköszöntem, hogy költhettem. Bármennyi összeget is adtam ki, megköszöntem, hogy ezt el tudtam költeni, és megköszöntem azt is, hogy ez vissza is jön hozzám. És azt vettem észre, hogy ahogy én belül elkezdtem változni, és elkezdett a hozzáállásom és a gondolataim a pénzről megváltozni, abban a pillanatban a környezetemben is megváltozott minden. Egyre jobban kezdtem érezni magam még egy szimpla bevásárlás közben is, és ez napról napra csak egyre jobb lett, és a mai napok is folyamatosan javul és javul. Ezt te is el tudod érni, viszont csak úgy, hogyha tisztában vagy azzal, hogy most mi van jelen az életedben, amint ezt tudod, abban a pillanatban el tudod indítani a változást, és meg tudod azt is érteni, hogy miért volt a múltban másképp, és hogy most hogyan tudod úgy formálni a jelent, ahol most van az összes erőd, hogy olyan jövőd legyen, amilyet szeretnél. Kezd el te is megfigyelni a gondolataidat, és hagyj fel az összes limitáló gondolattal, szabadulj meg tőlük, és helyettesítsd őket pozitív dolgokkal.
Helyettesítsd azzal, hogy mit engedhetsz meg magadnak, hogy mennyire hálás vagy, hogy ezt is és ezt is ki tudtad fizetni. Amint ezekre kezdesz koncentrálni, még többet kapsz abból, amit megengedhetsz magadnak. Úgyhogy kezd el ezt ma, és nézd meg, hogy hogyan változtatja meg az életed. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, és kicsit jobban érted azt, hogy mi is akadályozhat abba, hogy végre beengedd a pénzt az életedbe. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, mert minden héten új videókkal várlak. A következőig pedig sikeres teremtést kívánok!